Jó estét kívánok! Folytatódik a napi aktuális, én nem Dobos Marian vagyok, és folytatjuk a különadóval kapcsolatos elemzéseket. Itt van már velem Szajlai Csaba, a figyelő főszerkesztő helyettese. Szervusz, jó estét! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Most ugye a döntéseket hallottuk, és a részletekre is igyekszünk odafigyelni, illetve megérteni, de azért nagyon sokan nem feltétlenül tudjuk, hogy mit is takar kifejezetten az extra profit kifejezés, mert eddig a köznyelvben arról beszéltünk, hogy vannak költségei egy vállalkozásnak, és van profit. De ez az extra profit, ez konkrétan mely sávra vonatkozik most? Hát általában a forgalomhoz mérten lehet meghatározni azokat a nyereségességi mutatókat, a nyereségességi szinteket, amelyet egy-egy ágazatban működő cégek fel tudnak mutatni, el tudnak érni. Itt különböző határok vannak, van, aki már azt mondja, hogy 5% fölötti szinten már tisztességes profitot lehet elkönyvelni, vannak 10% fölötti mutatók, ágazatoktól függőek. Tehát, hogy mondjak egy kézzelfogható példát, az egyik alanya ugye a különadóknak, az extra profitnak a magyarországi bankszektor. Ugye elhangzott már, hogy összességében a kormány több mint 800 milliárd forintra számít, tehát több mint 800 milliárd forintos bevételre számít a kivetendő adókból. És a bankszektornak 2021-es bankszektor, tehát önmagában, mint magyarországi bankszektornak a éves nyeresége volt 820 milliárd forint. Korábban, ez a 2021-es szám természetesen, 2020-ban ennek a fele volt a profit része, tehát tulajdonképpen egy év leforgás alatt megkétszerezte a magyarországi bankszektor a nyereségességét. Ennek talán már lehet mondani, hogy elég tisztességes szám. Te tudsz abban nekünk segíteni, értelmezni, mielőtt ezeket a részleteket megismertük a mai kormányinfon, azért jó néhány elemzés napvilágot látott, és az egyik ilyen elemzésben például kifejezetten a telekommunikációs cégekre levetítve alanyonként vártak például a Telekomtól körülbelül 100 milliárd forintos profit, aztán a Digitől körülbelül még pár 10 milliót, ez nyilván szimbolikus, de a konkrét cégekre ezt levetítették, ugyanakkor most a kormányinfón azt hallottuk, hogy összesen 40 milliárd forint profitot, extra profitot vonnának el tőlük. Miből adódik ez az óriási becslés különbség szerinted? Hát ugye két napig azért még mi is a ködöt szurkáltuk, hiszen most véglegesültek a információk. De a legfontosabb talán az, hogy összességében 8 szektort érinti az extra profit néven elhíresült különadó intézménye, amelynek a nagy részét már idén a kormány be akarja szedni, és ugye ennek ismerjük, hogy mi a funkciója, mi a lelke. Különböző számítások lát a napvilágot, ugye becsült értékekről, most már jobban tudjuk a szóban forgó elért eredményeket, és azt is, hogy hogyan lehet ezeket az ágazatokat megadóztatni. De itt a iménti percekben elmondott hasonlattal élve, tehát akkor, amikor veszünk egy-egy ágazatot, pontosabban egy-egy szektort, például a bankszektort, és azt ennek a nyereségességét hasonlítjuk a 8 szektort érintő 800 milliárd forintra, akkor láthatjuk, hogy mindaz, amit a kormány tesz, nem ördögtől való, és különleges helyzetben különleges reakciókat kell adni. És az általad elmintett telekommunikációs szektor is egy jó példa arra, hogy ezek a cégek nem lesznek kivéreztetve, és szó sincs arról, hogy felerészben multikat érintő különadó miatt a Magyarországon megtelepedő világcégek elhagyják majd Magyarországot, hiszen azért tegyük hozzá, hogy ez 10 évvel ezelőtt sem volt így, amikor bevezette a második Orbán kormány a különadót, és talán nagyon fontos azt is tudni, hogy most már felerészben érinti a magyar hátterű cégeket nagyjából, valamint a Magyarországon működő világcégeket, amelyek egyébként a profitjuk egy részét eddig ugye kivitték az országhatáron túl. Sőt, hát ugye a Covid alatt, illetve most a háború kapcsán azért a telekommunikációs cégekre nagyobb hangsúly vetült, leginkább a fogyasztói felhasználás. Hát mondjuk hasítottak ezek a cégek, hiszen teljes egészében arra az irányra terülött, szerintem a kedves nézők is fogják ezt, nem kell hozzá közgazdászak lenni, hogy mindenki az interneten lógott, idézőjelbetével mondom, hiszen hol kikényszerből maradhatóan. Hát akár az online oktatás. Természetesen. És ugye ennek az alapja egyébként nyilván a telekommunikáció, infokommunikáció. Olyan ágazatok erősödtek meg például a digitalizációnak a fejlődésével, olyan évek felpörgése valósult meg, ami nem is gondoltuk volna, tehát 10 éves, 20 éves hátrányokat dolgoztuk le pár év leforgás alatt. Nyilván itt, amikor csengetni kellett a kasszánál, itt néhány ágazat jól járt. És itt van a
felelősségvállalásnak az a része, amelyre szerintem a kormány jogosan mondja, hogy azok a cégek tegyenek be többet a közösségi költségvetésbe különböző célokra, amelyek az elmúlt években szépen gyarapodtak. És ezért is nagyon fontos, hogy például ugye a termelő cégek nincsenek érintve. A feldolgozóipara gondolok, ott, ahol egyébként a chiphiány kaszál, negatív értem mondom sajnos, de ezek a cégek egyébként, amelyek exportra dolgoznak, szembesülnek más piaci bizonytalansággal, és hát nagyon fontos szerintem az is, hogy azt mondja a kormány, hogy 2 évre tervezi a különadó rendszerét, tehát egy belátható időmértékről van szó. Viszont a tőzsde, a pénzpiacok azok nagyon negatívan reagáltak erre a hírre, akár a tegnapi miniszterelnöki bejelentésre, akár a mai kormányinfós bejelentésre. A forint is beszakadt, és ugye a pénzpiacoknál pedig bedőlt a tőzsde, rossz szóval kifejezve magunkat, illetve azért egy enyhe pánik hangulat alakult ki. Hát szerintem ez, hát, hogy is mondjam, teljesen természetes, hiszen a tőzsdei részvényeket megnézzük, és megnézzük, kik szerepelnek ott, hát nagyjából az érintett ágazatok. És hát nyilván a befektetők erre adtak egy piaci reakciót, akár a forint tekintetében, akár pedig a tőzsdei részvénycégek tekintetében, hiszen bankok, energiacégek, távközlés, gyógyszergyártó cégek, mind-mind érintettjei azoknak a szektoroknak, amelyek az elmúlt években kaszáltak, és ezért ugye lesz a különadó, és hát természetesen arra kell szerintem a következő időszakban majd fókuszálni, hogy a mostani napokban bekövetkezett kvázi pánik hangulat üljön el, szerintem, hogyha tisztázódik, hamarosan meg fog jelenni ugye a beszélgetés témájáról szóló kormányrendelet, akkor szerintem, hogy elkezdenek kalkulálni vele, és szerintem meg fog nyugodni a piac. Szerinted mivel lehet megnyugtatni a piacot? Hát pont azzal, hogy kiszámíthatóan mondani fogja a kormány, jogszabályban rögzítve, hogy a következő időszakban milyen tervei vannak, és mindaz, ami most történik, átmeneti rendelkezés. És azért történik egyébként, hogy a költségvetés ne szálljon el, hiszen akkor, amikor egy befektető rápillant az ország gazdasági térképére, mindig azt nézi, hogy az államháztartási hiány, az adósságráta hogy alakul. Senkinek sem mindegy, hogyha tele van lyukkal a költségvetés, hanem lehet finanszírozni. És akkor idehoznám azt a témakört, és szerintem, ami nagyon fontos, hogy a rezsi megmentő alapról van szó. A nyugat-európai példák mutatják, hogy ott, ahol nincs meg az a fajta szociális hála, mint Magyarországon, mit is jelent ez. Nagy-Britannia, amely ugyan már nem tagja az Európai Uniónak, de hát én európaiként ide vesszük őket is, mint a vén kontinens fontos alkotóelemét, ott például már 40%-os az a fajta negatív energiakitettség, ami annyit jelent, hogy tulajdonképpen minden második háztartásban vagy lekapcsolják a villanyórát, vagy pedig ételre költenek. Szerinted ez az intézkedés csomag, amelyet most bejelentettek, alkalmas arra, hogy a hitelminősítők ugyanabban a kategóriában tartsák Magyarországot? Mert ugye erre is mindig figyelünk. Momentán befektetés ajánlott Magyarország, minden attól függ egyébként, hogy mik lesznek a makrogazdasági számaink. Ma ugye erről is volt szó, beszéltek a központi költségvetés várható tervszámairól. Ha a költségvetés kiszámítható pályán megy, és van gazdasági növekedés, és tudjuk csökkenteni az államháztartási hiányt, az adósságrátát, tehát akkor a hitelminősítőtől szerintem továbbra is megkapjuk ha nem is a vállalegetést, de legalább az ebben a fokozatban történő meghagyást. Szajlai Csaba, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm.